Hát akkor üdvözlünk mindenkit a Játékosok Podcast csatornáján, és hát újra adás, ami meglepően durva, hiszen most már hónapok óta nem volt, és ez hát egyébként imáron a 210. Úgyhogy lehet majd nézni azt, hogy mikor is volt utoljára podcast, méghozzá azt hiszem tavasszal, és akkor még jól belelendültünk meg minden, és utána egy ekkora hatalmas nagy szünetet tartottunk a podcast adásokkal, és ezt látni is lehet, hogy ugye mennyi tartalmat helyette ugye gyártottunk. És hát mivel most már elkezdtünk újra, vagy legalábbis volt egy adás, amiben volt egy kis témázgatás, akkor most már úgy döntöttünk, hogy vissza tudjuk hozni azért a podcastet. Viszont azért most egy picit ilyen kis létszámban vagyunk, úgyhogy hát én Lacsek vagyok, és hát mellettem így a virtuális kerekasztalnál itt van Dávid, illetve Dragon Rider is. Ja, jó estét! Igen. Balázsról itt megpróbáltuk akkor ezt a podcastet így feltámasztani ilyen mini verzióban, ugye most igazából szerintem nyugodtan bejelenthetjük azt, hogy közben ugye fejennek a bejelentés alapján azt mondhatjuk, hogy tőle tartalom nem nagyon lesz, hát ezekben a podcastben még majd beugrik, hogyha gondolja, de erre is kicsi az esély, úgyhogy van egy kis létszámbeli változás, ahogy tetszik. Így van, de hát szerintem majd egyrészt úgyis valószínűleg majd későbbiekben, majd esetleg úgyis, hogy tavaly is volt azért évvégi podcast adás, és akkor valószínűleg azért idén is fogunk majd egy ilyet tartani, és esetleg addig mi kitaláljuk, hogy jövőre hogy akarjuk a podcastet összehozni, mert azért az, hogy most ilyen hatalmas szüneteket tartunk, a podcastben azért nem is annyira jó dolog, illetve hát... Ugye kicsit érezzük azt is, hogy amúgy hogy tavasszal, amikor még tudtuk tartani, az is már olyan nyögvenyelős volt, hogy sokszor volt az, hogy nincs senkinek témája, nem tudunk nagyon miről beszélni, és akkor úgy adást ugye nem sok értelme van tartani. És hát ugye most látni azt, hogy tényleg, hogy ugye jó sokáig nem volt, mert tényleg ez az, hogy nem nagyon tudtunk igazán nagy témákról beszélni, és hát ugye jövőre is inkább valamit majd azért próbálunk kitalálni, hogy azért a podcast, mint műsor azért nem maradjon el, de valószínűleg nem lesz olyan sűrű, ahogyan eredetileg idénre terveztük volna. Ja, és természetesen azért valószínűleg a vitaest is azért fog majd visszatérni. Csak hát ez is olyan, hogy amikor ténylegesen mondjuk mit tudom én, tudunk annyian lenni, hogy vagy esetleg tudunk ikletet szerezni ahhoz, hogy megcsináljuk mondjuk azt az adott műsort, akkor valószínűleg lesz majd, és majd a podcast is egy kicsit majd valószínűleg annyiból fog átalakulni, hogy ha más nem, akkor ami mondjuk nagyjából eddig volt, hogy esetleg beszélünk valamilyen ugye híreket, vagy ugye összeszedünk egy havi hírt, és akkor, vagy a legérdekesebbeket, és akkor esetleg beszélünk arról, azt akinek meg mondjuk lesz plusz témája, akkor arról is tudunk beszélni. Mondjuk most pont a mai alkalommal igazából most így mondhatni az ilyen félig meddig ilyen, hiszen ugye az egyik azért az, hogy a mai napig megy ugye a híresztelések, meg ugye így a mindenféle info, a másik meg már inkább ilyen saját téma, ugye ilyen tapasztalat, és akkor ugye ez ilyen megbeszélendő dolog. Nem tudom, hogy esetleg melyikkel kezdjük, hogy legyen a sajátos, vagy a hírezősebb. Szerintem tomboljuk ki magunkat a csodálatos hírekkel, mert hogy van miről beszélnünk, és jó kis Rage Podcast úgyis hiányzott, hogy a gyérgörcsöt kapjon itt mindenki, és aztán levezetésképp majd beszéltünk így a beszerzésekről, karácsonyi témákról. Én itt akartam hozzáfűzni, hogy a Vitaesnek ugye én voltam az értelmi szerzője, ilyen általános még, hogy azt szeretném folytatni én is mindenképp. Ugye téma az lenne benne bőven szerintem. Még akár azt is bevállalhatnánk, hogy aktívabb nézőkkel akár így hangcsetben beszélgetünk, tehát még olyan vendégként is bejöhetnének, de ezt majd mi megbeszéljük. Na mindegy, szóval én is támogatom az ötletet, hogy folytassuk, mert voltak jó vitáink szerintem, például a Minecraft GeoGuessr, amikor nem értettünk egyet, az mondjuk tudott érdekes lenni, még ha nem is legjobb érvek hangzottak el ever. De ez, igen, szerintem kezdjük tényleg, visszatérve erre, kezdjük már akkor a csodás híreinkkel. De hogy a szartenger felé haladjunk, akkor az enyhébbikkel indítanám részemről. Nem tudom, akkor felvezessem esetleg én. Felvezett akkor, igen. Na jó, tehát mint megtudtuk, ugye megjelent a Battlefield 2042, ami nem a 2142,
hanem 2042 simán. És ugye annak kapcsán eszembe jutott, hogy mi a fene van a DICE-szal mostanában, mert azért én Battlefield játékosnak is tartom magam, mióta van egy ilyen tűrhetően középkategóriás gamer gépem, legalábbis mikor megszereztem, akkor az volt, meg lett videókártyám, akkor BF3-azni tudtam rajta nagyon szépen, meg BF1-et, meg a BF5-et is szerettem, én a multiplayer is tök jó el voltam, pedig nem vagyok egy nagy multiplayeres emberke, tehát így el voltam velük. Azért már az 5-nél látszódott, meg az 1-nél is, hogy megfáradt egy picit a történet, meg a két játék között. Tulajdonképpen sok különbséget én nem is tapasztaltam, inkább csak az időszak, amiben játszódik. Nyilván hogy grafikailag nem kellett már hova fejlődniük. Viszont persze voltak különbségek ettől függetlenül. Na de aztán megjelent egy 2042, ami hát technikailag úgy fut, mint a szemét, bár tény és való, hogy a BF4 is így járt, és alig van benne értelmes újítás, meg el is van hagyatva így az egész, tehát nem tudom, mi a fene van a DICE-szal, de úgy látszik, ők a következő áldozatai az, vagy az EA rezsimnek, vagy egyszerűen csak a csapat éget ki, vagy én nem tudom. Na, hoppá, valahonnan gerjed valami. Mindegy. Szóval, vagy valaki itt forspidezik mindig a háttérben. Tehát, amit észrevettem, így személyes tapasztalat mondjuk már, hogy Battlefield 1-jel próbáltam multizni, Operationsben is kb. Ketten voltunk valakivel, többi játékmódban, azt hiszem Operationsnek hívják minden, többi játékmódban is, tehát így senki nincs fent sehol. Az emberek egyszerűen már leszarják az egészet. Nem tudom pontosan mi történt egyébként. Nyilván mindenki fel volt hype-olódva az új BF-re, de BF3 az mondjuk szerintem a mai napig még aktív, úgy tudom, bár azt nem néztem meg, tehát most csak feltételezem. És közben ugye bejöttek azért ezek az első bemutatók, meg véleményvideók, hogy így szar a Battlefield 2042, meg úgy szar, meg technikailag egy szemét az egész, és így felmerült, hogy mi a fasz van a DICE-szal, tehát így mi történt ezekkel, tehát mi az Isten? Ugye ez egy tehetséges fejlesztő csapat volt alapvetően, tehát így felmerül a kérdés, hogy itt mi történt. Kvázi ugyanaz játszódik le egyébként, mint a BioWare-rel a Mass Effect kapcsán például, tehát ott is ilyen hasonló volt, hogy mekkorát alkottak a Mass Effect 1-2-3-mal is, és jött egy Andromeda, ami meg egy bűnös rossz játék volt, azt mondják, mondjuk azt nem játszottam, ki akartam próbálni, de nem jutottam el odáig. Mindegy, szóval így azért így Battlefield 2042, kevés az FPS szám, grafikailag is egy kicsit ilyen visszalépésnek érződik az előzőekhez képest. Sok a játékos, tényleg az a nagy újítása az egésznek, de közben már nagy káosz van, tehát egy ilyen multi-only játék, ami nyilván nem lenne nagy baj, mert hát alapvetően az összes BF inkább arra épít. De szóval kicsit olyan csalódottságot okozott sokaknak is. Hát azt gondoltam, elemezgethetnénk, hogy itt mi történt pontosan. Mert hát terítsük fel az igazságot, maga részéről azt mondom. Tehát elképesztő, hogy milyen mélységekbe zuhantak különben. És hogy ennek a miértjét is, hogy na vajon itt mi történt? Tehát most az EA volt ennyire balfasz, vagy a DICE égett ki? Mert mondjuk ennek voltak jelenti a BF5-nél is, de na mindegy, majd azt később esézzük ki. Szóval, igen. Igazából mondjuk jó kérdés, mert ez az, hogy most én gyors kikeresgéltem, és na például az IGN az ilyen 7 pontra értékelte, ami hát ugye az kvázi egyébként, ha azt veszük ilyen értékelési szempontból, akkor ugye azt jelenteni, hogy azért ez nem annyira gáz ez a játék, de valóban egyébként én láttam, sőt a GameSpot-on is 7-et adtak a játéknak, viszont ez az, hogy user szempontból még 4,6 meg ilyenek, szóval azért van erős kontraszt a review meg az ilyenek között, sőt várjál, most még gyors egy Metacritic-et akarok ránézni, hogy ott is Metacritic-en 71 van adva, mint mondja Metascore-ban, viszont 2,3 user score-on
Jóisten! És azért az eléggé erőteljes azért kontrasztot nyújt amúgy, hogy mit mondanak a kritikusok, és mit mondanak a játékosok. Ugye általában, és egyébként majd a következő téma is majd egyébként nagyon jó lesz, mert ott is fogunk majd ilyesmit elemezgetni, de azért van, amikor érződik az, hogy azért itt erőteljes túlzás van például a játékosok szempontjából is, de valahol viszont jogos. Tehát ugye ez az, hogy tényleg ugye lát meg hallani azt amúgy, hogy technikailag valami tényleg eszetlenül förtelmes. Tehát az az, hogy engem például azért nem fogott meg, pedig amúgy azt hiszem volt open beta lehetőség, és ugye pont ez volt a probléma, hogy egyszerűen valami irtózatosan borzasztóan optimalizálva önmagában a játék, ami miatt, hát azért nem mondom azt, hogy játszhatatlan, de azért bosszantó és frusztráló, pláne amikor tényleg ilyen hibák is vannak, hogy nem mindig azért regisztrálja a találatot. Tehát minden negyedik vagy ötödiket regisztrálja csak, amikor ugye szemmel láthatóan viszont látni azt tényleg, hogy hát ott van a célkereszt, meg minden, és nem. Úristen. Ez kegyetlen. Jó, mondjuk egyébként én apróságot is hallottam, hogy például a 2142 nagyon nagyon sokan szerették maga korábban, én nem játszottam, mert nekem kimaradt, de ott ugye az azért volt érdekes, most mondjuk, hogy az a dörölti teóriára hivatkozva, tehát ott azért reálisabbat szoktak mondani erről, bár van, amikor meg irreálisan lehúznak játékot, de most itt egész oké volt kedvenc kritikusunk, ha úgy tetszik, hogy mondta, hogy igazából a 2142-ben voltak ilyen robotok, tehát ilyen meha járművek, meg ilyenek, itt semmi ilyesmi nincsen például, hanem így száz, nem tudom hány fő játszhat ugye együtt, és igazából a fegyverek is, tehát így megnéztem, és olyan, mintha így egy ilyen Ctrl-C, Ctrl-V valamelyik random modern háborús FPS-ből, de ezt már ezerszer láttuk, de nem ez a legnagyobb baj persze, csak hogy ez is így hozzátesz a problémához szerintem. Ugyanakkor, hát ez nagyon gáz, amit elmondtál, ezt nem tudtam, de most azt hiszem, azt hallottam, hogy a béták alapján eléggé szarú eredményeket produkált. Mondjuk a BF4-en is előbb ilyesmi volt a helyzet, hogy az is ilyen crash-sel, meg nem tudom mi a túró volt, tehát... De talán erről is, mintha mondták volna, hogy konzolon is crash-sel, de nem, lehet, hogy keverem valamelyik játékkal, de... Mert PC-n gondolom előfordulnak ilyen crash-ek, meg kiakadások, de hát képzelem a gépigényt is nyilván, ettől függetlenül, hát igen. Amúgy 128 fő, igen, most megnéztem. Hát, elméletileg. Igen, ugye 128 fő a maximum, vagy van ugye az az egy játékmódod, amelyik ugye ezt ajánlja, és hát ez a ne akarjatok na azzal játszani, mert egyszerűen na ott hal meg szerintem az egész. Nem, tehát hogy egyébként nincs semmilyen karaktere az egésznek, tehát ahogy nézem, a járművek, meg a fegyverek, minden, meg hogy közben a klasszokat is, hát nem is az, hogy megszüntették, csak úgy átvariálták, hogy hát, mi értelme van. Tehát így mindenki használhat minden fegyvert, gadget az mondjuk más mindenkinél, tehát azért emlékszem pont a BF3-ban, meg a 1-ben, meg az 5-ben, és az volt a poén, hogy nem, ízzik az ilyen, mondjuk a három volt, azt hiszem az asszultos az, aki ízé volt, ilyen gépfegyver volt, meg valami medikes cucca talán, és mindenkinek meg volt a maga szerepe, és ez tök jól lehetett taktikázni ezzel, meg tényleg így támogatni a csapattársakat. Most ezt miért kellett megbolygatni, ami működött, ezt nem értem mondjuk. Nem vagyok egy ilyen konzervatív elme, de azért, és értetére nagyon nem, de azért nem mindent kell megbolygatni, ami régi és jó, tehát így jó, még megint csak apróság persze, csak van fura. Hát, ugye ez az, hogy próbálnak újítani, de valahogy úgy néz ki, hogy amikor újítanak, akkor az mindig így félre szalad. Tehát például most pont ez az, hogy a BF1 volt például az, amit én borzasztóan imádtam, legalábbis amikor volt az Open Beta, ami 2016-ban, rongyosra játszottam, annyira jó volt, és hát utána ez volt, hogy nagyon sokáig ugye nem vettem meg a játékot, csak nem is tudom, valamikor, talán idén, évelején, azt hiszem, akkor vettem meg, játszottam még TDM-et, és azért még mindig azt tudtam mondani, hogy bár jó, azóta ugye ez az, hogy már kicsit én átszaladtam a kódba, és nekem a BF már egy picit lassabb, pedig amúgy még mindig jó.
És érdekes mód, meg ugye TDM-et még ugye nagyon játszották az emberek, bár akkor se voltak nagyon sokan, tehát azért a szervert ugyanúgy kellett keresgélni. De például, amikor a BF5-nek volt az open beta-ja, azon én nem tudtam játszani, csak 10 percig is kinyomtam és letöröltem, mert annyira nem jött be. Pedig ott mennyi új mechanikát hoztak be, hogy hogy lehet ott, mit tudom én, falat építeni, meg javítani dolgokat, meg minden, és erről mondtam, hogy mondom, kinek lesz erre ideje, meg az annyira nem lesz jó, és ráadásul annyira más lett a mechanikája a fegyvereknek is, meg hogy mit tudom én, visszarúg, meg minden, és így erre mondtam azt, hogy nem, tehát ez így már nem. Igen, érdekes, mert valahogy a töréspont, mintha az ötödik rész, tehát nem ötödik rész, hanem BF5-nél érződött volna valami, hogy igazából ugye a multiba is valamit éreztem, hogy annyira ez nem nyűgöz le, mint mondjuk a BF1-nek a multija például, meg azért campaign terén is éreztem, hogy ott is, mintha visszalépés lett volna egy-két résznél, mert azért BF1-ben ott azért változatosan volt. Nyilván az ötben mondjuk mindig kiemelem, ez mondjuk egy jó, apró jó ötlet volt, azért voltak ilyen ötleteik, hogy mondjuk hozzunk be egy német oldalról játszható campaignt, ami nekem nagyon tetszett, mint ötlet. Igazából talán az volt a legerősebb, mint közül szerintem, tehát az volt a legjobb campaign az egészben. Bár a többi is tetszett, bár igazából azért érződik, hogy nagyon elszaladt a ló velük ugye már a campaign módban, nem is az volt az erőssége soha a Battlefieldnek. Aztán ugye beletettem magam a multiban, és multiban is, hát szórakoztató volt, mert minden, de valahogy érezhetően így keveseltem valamit benne. Nem tudom megfogalmazni pontosan mit. Igazából lehet, hogy ugyanazt csináljuk, mint a BF1-ben, meg annak idén a BF-üzé 1942-ben. Igazából, mintha annak lett volna egy ilyen teljes ribótolása, kicsit persze ez elős túlzás. Igen, ahogy közben üdv Morgannek, így csak elbeszélgettük a témát. A cseten közben. Tehát érezhetően ott valami megfáradt én szerintem, és valahogy nem fogott meg engem se annyira. Bár hozzáteszem, hogy egész jó kis világháborús így elöldözgetek magamnak, inkább a campaign módban valahogy. A multiát nem nagyon próbálgattam, nagyon ritkán mentem fel, és nem is fogott meg annyira egyszerűen. Egyszerűen valahogy nem találtam meg úgy a helyen benne, mint a BF3-nak a multiában, vagy mondjuk a BF1-ben is, azért valamennyire megtaláltam a helyemet. Tehát én azért nagyon jól el szoktam szórakozni a tankokkal, meg ilyesmi. Tehát az meg szokott történni. Az ötödik részben ott már lehet, hogy érezhetően azért lehet, hogy kellett volna egy kis... Ott lehet, hogy kellett volna még valami kis extra, tehát... Nem is azt mondom, hogy pont ezt a 128 fős akármit bedobni, hanem mit tudom én, valami kis extrát, valami olyasmit, amit nem láttunk még, mert azért elég sok olyan poén volt, úgymond, amit már láttunk. Tehát a rombolható környezetet nem lehetett tovább tolni, tehát hogy az már dugig volt tolva egyébként a előző részekben is, főleg a multiban, háromban, multiban nagyon szépen lehetett rombolni, viszont azt is mondják egyébként, ha már a környezetrombolásnál tartunk, hogy 2042-ben egyébként nem lehet annyi mindent rombolni, mint amennyit egyébként elvárnánk a DICE-tól, ez is érdekes különben. Nem mondom azt, hogy egyébként ez a legnagyobb probléma, nyilván ez is csak egy apróság, de hogyha sok apróság, ugye sokra megy, ha sok kicsi, sokra megy. Tehát ez is megint csak hozzátesz ahhoz, hogy egy kicsit úgy nem tudom, csalódtunk a DICE-ban, vagy ezt is lehet mondani akár. Meg azért letettek egy Battlefront 2-t is az asztalra, ami szerintem nem sikerült olyan rosszul, mint azt sokan beállítják, meg annyira nem pénzhajász, mint azt sokan mondják. Persze kellett harcolni azért valamilyen szinten, hogy ne legyen ilyen szarra mikrotranszakciózva az egész, és amúgy meg tényleg csak azt veszel meg, amit csak gyorsítanak, ilyen gyorsító lótúrokat, lószarokat lehet venni ott. Úgyhogy az rendben van szerintem. Az a játék, és azért ilyenek után beállni egy ilyen 2042-vel, hát elég kellemetlen egyébként. De ugyanaz a másik oldalon is, hogy azért ne csak a DICE meg az EA kapja a magáit, én szerintem a Call of Duty Vanguard is egy rakás szemét, már most, de tényleg, aki elnézést, aki szereti, de tehát megnézel egy Call of Duty-t, sokkal jobb volt, hitelesebb volt, mint egy Vanguard.
A multit azt meghagyjuk, tehát én sose a multi miatt játszok kodot, hanem általában a campaign módja, amit játszottam, én még az a kategória vagyok. Annak a multiplayer player meccsei azok nekem egy kicsit, nem tudom, valahogy így nem adta a feelinget. Mondom, a BF-ben ez a taktikázós, ez nekem jobban bejött, de én amúgy is szeretek így stratégiai fejjel gondolkodni kicsit. De ugyanez volt a Fortnite-ban is például, de mindegy, szóval... Szóval, ja, még a romboltó környezetből is visszavettek elég erőteljesen, ami kicsit értetetlen különben. Úgyhogy nem tudom, hogy így utolsó bástyaként még a Nice is elhullik, tehát úgy néz ki, az EA alatt már senki nem találja a helyét, vagy én nem is tudom, hogy mit mondjak erre. Hát, ez mondjuk könnyen lehet, igen, de hát most itt is ez a jó kérdés, hogy egyáltalán mennyire volt ugye pusoltatva az egésznek a fejlesztése, mert azt hiszem talán már most az volt, hogy ezt idén ki kell nagyon adni. Na ez az, hogy nem tudom egyébként. Az a helyzet, hogy nem tudom, de az EA-ről beszélünk, úgyhogy gondolom, hogy azért nem kellett a szomszédba menni egy kis pusoltatásért, mondjuk úgy. Szóval feltételezhetően benne volt a kezük, de most ezt nem merem állítani. Hát mondjuk főleg így, hogy mennyire agyon lett hype-olva megint ugye első körben, hogy úristen, jövőbeli környezet meg minden, olyan lesz, mint a 2142, és így ez a... Ja. Sőt, nem, meg, hogy ráadásul még olyan lesz, mint a BF3, ugye a kinézete miatt, meg ugye a színek meg minden, és így ez a... Na. Én mondjuk egyébként én ezt nem értem, hogy miért tértek vissza ehhez, amikor sokkal jobban működött a BF, egyébként a BF4 az már így... Ott azért, ahogy kijött, ott is voltak ilyen hasonló, ilyen érdekes kezdés, mondom, ilyen technikai problémák, meg eléggé egy ilyen szenvedős megjelenés volt az is. Persze nyilván ezerszer szebb is mondjuk ennél, meg tényleg jobban sikerült, azt mondják, meg van, aki azt tartja mai napig a legjobbnak. Én nem játszottam vele a negyedik részt, hogy kihagytam, mert már megint ez az Amerika versus kommunista Kína, meg kommunista, nem tudom, Oroszország, vagy szóval unalmas már nekem ez az egész felállás, amit 50 ezerszer láttunk. Pont ezért nem értem, hogy miért ez a nagyon futurisztikus modern háborús valami, ez nem is futurisztikus, mégiscsak az se. Tehát ilyen Black Ops 2-ben mondjuk szerintem több ilyen nagyon futurisztikus jövőbeli technológiát látsz, mint a BF 2042-ben. Ez is érdekes különben, tehát Black Ops 2 több ilyen izét felhoz, ilyen extra gadgetet, ami tényleg ilyen nagyon futurisztikus. A Battlefield 2042 most az ember megnézni, hogy olyan, mintha valami, nem tudom, BF3 vagy BF4 lenne. Tehát egyszerűen nem biztos, hogy meg tudja különböztetni a screenshotokat. Biztos, hogy gondolom, hogy az nem ugyanaz nyilván. De most így megnézem azért képek alapján, hát... Várjál. Mondjuk bedobok egy Battlefield 3-as screenshotot, meg egy Battlefield 2042-t. Mindjárt megnézem, hogy vannak-e különbségek ezek között, mert van egy olyan sandagyon, hogy nem sok lehet. Minimális lehet, hogy van, de... Na várjál, szóval itt van egyszer, és hát ez mondjuk campaignből van, de... Azt mondja, most akkor publikus szerverünkre van egy ilyen linkik adás, úgyis rég volt használva, akkor most itt berakok akkor mindjárt oda kettőt. Tehát egyszer. Ez a két kép fordul, most ezek jöttek szembe velem, így rákerestem. És most erről állapítsátok meg, hogy melyik. Nyilván a HUD miatt egyébként tudni fogjátok, de valahogy olyan, mintha nem is tudom, még lehet, hogy négyel jobb lenne összehasonlítani, de ha levesszük erről a hádot, akkor olyan, mintha nem is lenne olyan egetrengető különbség a kettő között. Igen, most pont azt nézem, és tényleg nem sok különbség van egyébként a kettő között, szóval azért ez durva. Tehát hogy a Battlefield 3 ugye az napjainkban játszódik, vagy hát ugye akkoriban az én 2011
ugye akkor mondhatjuk, hogy 2011 környékén játszódik, tegyük fel mondjuk. 2042 meg ugye 30 évvel később, vagy 30 évvel, mindegy, szóval később a jövőben, a nem annyira távoli jövőben. Egyébként van pár futurisztikus elem, de annyira minimális, hogy igazából ez akár egy BF3, meg BF4 is lehetne, tehát így, ja. Szóval nem értem. És akkor most küldök még egy képet, ha már itt tartunk, emlékeztem. Akkor egy Black Ops 2 screenshotot. Mondjuk. Call of Duty Black Ops 2, ami szerintem az utolsó jó kod volt. Én azt mondanám. Jó, van egy-két kivétel után, amire azt mondom, hogy tennék vele egy próbát, de nem próbáltam a többit, azért nem tudok nyilatkozni. De utána engem elvesztett a kod egy kicsit. Na mindegy, mondjuk. Azt mondja, hogy hát mondjuk ebben sincs olyan sok egetrengető különbség, de mégis ilyen skifibnek érződik. Na mondjuk itt van egy olyan pálya is. Nem. Jó. Csak azok a screenshot lesz, amit először akartam. Remélem ennyit normálisan, kicsi a kép. Na jó ez. Szóval valahogy futurisztikusabbnak érződik a Black Ops 2, mint a Battlefield 2042, tehát így screenshot alapján most kicsit genya voltam, de direkt olyat kerestem, ami látszódnak az ilyen eszközök, tehát ott voltak ilyen távirányítású robotok, meg ilyesmi, de most ebben nem tudom, hogy vannak-e ilyenek egyébként, de mondjuk itt a Black Ops 2-ben a fegyverzet is azért ott tudtál olyat rakni, amit tudom, szkennelte az ellenfeleket, ilyen milliméter szkennerek, ilyesmit. Nem tudom, hogy a BF, az új BF-ben van-e ilyen hasonló, lehet, hogy van, de mondjuk a fegyver dizájn is egy kicsit úgy lehetne futurisztikusabb. Nagyon mondom, apróság, csak ez így érdekes számomra. De főleg a BF3-mal az összehasonlítás így, az, igen, az a legkeményebb szerintem az egészben. Etéren. Hát igen, szóval érdekes. És akkor még jönnek a bugok, meg a technikai személyiségek, tehát szóval elég nagy csalódás ez az egész. Én nem tudom egyébként, hogy ki az, aki rosszul lett volna, ha idén nem jelenik meg Battlefield, de mindegy, szóval mi biztos nem sírtunk volna utána, lehet, hogy van egy ilyen erős rajongói tábor, akiknek mindig kell egy új. Hát én lehet, hogy azt mondom, hogy ha jövőre kidobnak egy értelmesebb koncepcióval egy Battlefieldet, akkor ez nem probléma. Na mindegy, szóval a fene tudja, mi történt a DICE-szal, hát igazából nem szoktak ők ennyire. Ennyire azért nem szoktak férc munkát kiadni a kezeik közölni tudtommal, tehát azért nem volt jellemző. Oké, a BF4 is ilyen technikailag szar volt, de azt ugye elég hamar tudták kezelni, azt hiszem valami ilyesmi rémlik, hogy azért viszonylag hamar megoldódott a probléma. Na mindegy. Úgyhogy, hát ennyit szerintem akkor ugye. Én a részemről akkor ennyit erről a DICE-os sztoriról. Beszéljünk akkor erről a igazán vérnyomás fel pumpáló témáról, amit így, amit egy múltkor Balázsral megkerültünk. Nem szándékosan amúgy, de hát köszönjük Morgannek az ajánlást a témához végül is, és igazad van, hogy hát kéne beszélni róla, nem ártana. Ez pedig ugye akkor a GTA Remastered körüli felhajtás, mert hát valahogy a Rockstar Games is a régi fényében úszik már, mondjuk úgy. Úgyhogy nem tudom, szerintem ha nincs a BF témához más komment, akkor vonuljunk át a GTA-sra, tehát így. Arról szerintem azért kicsit többet tudunk beszélni. Igen. Tehát így történt, hogy a drága Rockstar Games egyrészt megbízott egy kőgagyi csapatot azzal, hogy remastereljék a GTA-t, vagy nem tudom, ez a Take-Two kezel volt már, hogy pontosan nem vágom, hogy ki milyen relációban van, mert nekem ez már kezd bonyolult lenni ez a játékvilágban, hogy most kikinek a tulajdonában van, és nem tudom. Mindegy, szóval történt az, hogy valaki megbízta ezt a nagyon béna fejlesztő csapatot azzal, hogy remastereljék a GTA trilógiát, hogy a GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, hogy ezek kultikus
klasszikus játékok. Szerintem nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezek mára már klasszikussá váltak. És hát volt egy ilyen húzás is azért, hogy hát nem lehet megvenni nyilván a régi GTA-kat, ugye a régi verziókat, nem vedd a remastert, jó lesz az, annyira jó lesz, hogy nem kell megvenni a régit. Mondták ők, és hát igen, szóval, és hát ott tartunk, hogy nem egészen ez a helyzet, úgyhogy... Nem bizony. Úgyhogy... Na, akkor erről fogom mesélni egy kicsit most, úgyhogy egyelőre átadom a szót akkor a felvezetés után, hogy akkor gondolatok, meg dühedelmek, meg minden. Hát, szóval azért az internet eléggé robbant gyakorlatilag, hogy a legrosszabb remastert sikerült valaha létrehozni, és hát a játékos közösség, legalábbis akik tényleg ugye a nagy GTA fanok egyrészt, meg akik ismerik ezeket a régi trilógiákat, ugye játszottak a játékkal, hát azoknak elég borzasztó nagy csalódást tudott okozni a remastered, mert hogy az alapötlet nem lett volna rossz, hogyha egyáltalán tényleg egy olyan fejlesztő csapatot kértek volna meg, akik nem arról voltak híresek, hogy összvíz, ugye, mert ugye ez a Groove Street Games, ugye ez a fejlesztő csapat neve, tehát ilyen nagyon találó nevük van, és mint kiderült, hogy eredetileg ugye ők csinálták mind a GTA 3, a Vice City és a San Andreasnak a mobilos kiadásait, ugye ezeket a Ten Years Anniversary kiadásokat, amik emléletek azért a mobilon jól működtek, viszont ugye volt egy GTA San Andreas HD kiadása, ami ez viszont az Xbox 360 és PS3-ra volt kiadva. Hát erről a játékról viszont eléggé masszívan azt tudni, hogy ez nagyon csúnyán a mobilos játéknak a portja, amit ugye próbáltak az Xbox-ra ültetni, hát több-kevesebb sikerrel, mert hogy ugyan működőképes a játék, viszont azért nem kis bugokkal rendelkezik, ugye kezdve azzal, hogy eléggé komoly textúra bugok is jelentkeznek, illetve hogy olyanok a karakterek, mintha viasz babák lennének, tehát mintha betlettek volna kenve olajjal, és ez látszódik is non-stop, illetve mit tudom, ugye az autók törés modelljein is vannak ilyen érdekességek, hogy hirtelen szint vált. Szóval ez volt a San Andreas HD kiadás, ami gyakorlatilag egy szint úgy egy bug halmaz volt. És hát ezt a fejlesztő csapatot bízták meg arra, hogy készítsék el a GTA Trilogy Definitive Edition-t. Hát ez is ugye látni lehet azt, hogy több-kevesebb sikerrel ugyan összejött, mert hogy bizony azért, ami ugye szembe tűnő dolog ugye a grafika. És itt azért sok emberben ez benne, és sőt még ugye például bennem is azért megfogalmazódott egyfajta ilyen vélemény, egy ilyen vegyes érzés, hogy még ugye a GTA 3, tehát ahhoz képest, hogy mennyire játszottak például ugye itt a fényekkel, hogy mennyire valósághűre mentek rá, ahhoz képest viszont maga a környezet ilyen rajzfilmszerűen néz ki. Ami tudjuk nagyon jó, hogy egyébként a GTA 3 eredetileg, hogyha megnézzük azért tényleg az eredetit, akkor azért ott is valamennyire megvan, de ott mégis valahogy össze tudták hozni tehát a kinézetét, hogy az nem volt zavaró. Viszont itt most jelen esetben egy valósághű fényeffektet dobnak a játékba, tehát ami tényleg jó, ami mondjuk jól néz ki, de ellenben viszont minden más mellette meg tökre rajzfilmes, ami egy eléggé erős kontrasztot nyújt. A Vice City ugye ez a középút, bár ott is azért valamennyire látszódik, de ugye amiatt, hogy mivel a régebbi kiadásban is ugye hát azért eltelt egy év, kettő, hogy azért ott is ugye mondjuk javították ugye a textúrán, meg ugye önmagában ugye másabb is, és ez a Definitive Editionben is azért valamennyire megvan, és hát ugye a San Andreas az, ami ebben az esetben például az olyan, hogy ugye ha emlékszünk ugye a régi, tehát az eredeti ugye kiadásra, hogy ugye milyen volt, és ahhoz képest azért most ugye a Definitive Edition is egy picit talán az az, amire már azt tudom mondani, hogy azért egy kicsit jobb. Viszont egyébként az, hogy csomó mindent ugye kivettek, ugye az, hogy vannak bizonyos ilyen cenzúrák,
bár ez inkább főleg a Vice City-nél látszódik meg igazán, hogy ami mondjuk régebben is megvolt probléma, ugye a kubai és haiti ellentét, amit ugye a Vice City-ben eléggé erőteljesen ugye ezt volt, hogy hangsúlyozták. Ugye régebben is ugye megvolt ez, hogy de az ugye bizonyos országokban volt meg ez a cenzúrázás, és hát ma viszont a Definitive Edition ez így adja ki cenzúrázva például. Tehát amikor pontosan amikor ugye Umbertóval találkozunk, hogy ott a kávézónál ugye berohan, hogy hogy utálja a haiti embereket, mert hogy ugye most őt a bandáját mennyire szétszedi meg minden, és ugye az eredetiben ugye ezt ki is mondja. Hát ugye cenzúrázva meg ugye most meg ugye definitívben meg ugye nem mondja, csak annyi, hogy kell neki segítség minden, és hogy menjünk segíteni az embereinek. Tehát, hogy vannak ilyen ferdítések, hát illetve ugye ami volt egyszer hírezve ez a ugye Phil-nek a ruháján, ugye a pólóján, ugye ott volt nem fog eszembe jutni. Micsoda, az amerikai ilyen szabadság harcosoknak volt ez a... Nem a délieknek a federációnak, az a polgárháborús minta lehet, hogy arra gondolsz. Szerintem az benne volt a játékban, csak tippelek, nem emlékszem a mindenre. De mintha lett volna ilyesmi benne, mert ugye Amerikának van az a déli, az a Confederation flag, vagy mi a túró az? Az lesz az, igen, tényleg rá a Confederation flag, az lesz. Ez a déli konfederáció, ugye a polgárháborúban ugye ők voltak a vesztesei a amerikai polgárháborúnak, azt hiszem, úgyhogy ilyen. Ami azért vicces, mert egyébként semmi olyan nincs bennük, tehát igazából ott ez a történelem, egy kis történelem óra, tehát észak és dél, az nem arról volt szó, hogy az északi liberális felszabadítók a déli rabszolgatartó szemétládák ellen, hanem mindkét oldalon volt rabszolgasság, mindkét amerikai részen, csak máshogy. Tehát igazából az egyik részen is azt hiszem ilyen gazdaságilag ilyen máshogy működött, de az volt a lényeg, most nem tudom visszaidézni pontosan a töri órát, hogy mindkét oldalon volt valamilyen szinten, csak máshogy működött a rendszer. És ott ilyen politikai ellentét volt ebből is, tehát hogy igazából erről van szó, nincs benne semmi olyan, hogy a déliek mekkora fajgyűlölők lettek volna, tehát egy kicsit azért félre van ez értelmezve szerintem. Amúgy meg közben küldtem a Viaszbábúsra egy tökéletes példát, tehát ez ilyen kicsit olyan Saints Row féle karakteralkotás, ilyen nagyon Team Fortress-es, ami a GTA-nak azért annyira nem áll jól, amúgy. Épp akartam mondani, hogy gyakorlatilag egy Saints Row-t csináltak az egész GTA-ból. Igen, egyébként, mert ugye most amiből lett küldve, ez ugye most pont a Definitive Edition-nek a ideje, hogy igen, hogy most már ugye a karaktereknek a kinézete ugye át lett alakítva, ugye modernizálva, meg részletesebbre van téve, és igen, itt például ugye ez, hogy ahhoz képest, hogy ugye milyen volt a most például pont ugye a GTA 3-nak a főhőse, ugye hogyan nézett ki ugye az eredetiben, és ugye hogyan néz ki most, akkor ott is mondták is sokan, hogy hát most gyakorlatilag, tehát ilyen nem is tudom, mint az ilyen élettelen, tehát hogy ez a, vagy a lelketlen, tehát hogy ez a csak megy. Műanyag. Igen, de gyakorlatilag műanyag, és akkor így ez a semmi nincs, érzelem, meg minden, de hogy ugye ez az, hogy a GTA Vice City-ben, meg ugye a San Andreas-ban, mert ugye ott van több olyan dialógus, amiben ugye a főszereplők is ugye megszólalnak, meg minden, és hát azért ott is sikerült jól. Tehát, hogy azért sokszor tényleg látszódik az, próbálkoztak ezzel, hogy na most beleviszik az érzelmeket, meg minden, de nem sikerült. Meg sőt, valamikor ugye sokszor ilyen eléggé viccesen sikerült. Tehát amikor pont a GTA Vice City-ben van az, hogy amikor ugye Diazt megölik, ugye ott volt az a jelenet, hogy ott fekszik a földön, meg minden, és amikor ugye Tommy ugye néz le Diazra, hát akkor az gyakorlatilag eléggé, hogy is mondjam, tehát béna. Na igen, de az a másik azért a cenzúra, tehát most azért jussunk már eszünkbe, amúgy üdv Lacinak közben itt hangban is, tehát a cseten.
nem annak kellett volna csinálni, azt írtam úgy, hát nem. A másik az, hogy a cenzúra bazd meg, tehát, hogy cenzúrázzuk már ki a Doomból a démonokat, vegyük már ki a Resident Evilből a zombikat, vegyük már ki a vért a Call of Duty-ból, nem tudom, vegyük már ki a lábcsonkolást a Call of Duty-ből, nem bazd meg, tehát így, érted? Tehát egy olyan játék volt, cenzúrázunk ki politikai, hát nem feltétlenül humort, hanem szatírát, bazd meg, aminek ez az alapja, tehát vegyük már ki a South Parkból a rasszista poénokat tényleg, nem? Tehát, hogy... Tehát értetek, mi a probléma ezzel? Tehát mi a kurva Isten fasza van már, tényleg, komolyan mondom. Ezt úgy hívják, úgy hívták 1950-ben, hogy kommunizmus, meg boszorkányüldözés, meg stb. Tehát basszátok már, mert minden fasznak kell kivenni mindent, meg mi ez a hisztia Resident Evil-nél, amit szintén mondtam, hogy túl félelmetes, hát bazd meg, akkor ne játsszál vele, geci, hát most következő mi lesz? Túl vizes a víz, aztán vegyétek ki a vizet a medencékből? Mi a kurva életfasza van már? Tehát, hogy bazd meg. Na, ez az egyik. A másik meg, hogy én azt hiszem, hogy talán van egy saját screenshotom a GTA 3-ból, ha megtalálom. Valahol volt, de ezt már beszéltük a Discord szerveren is, hogy mennyire részletgazdag volt az alapjáték, ugye a Rockstar féle, hogy hívják, Rockstar féle GTA 3. És mennyire steril a Definitive ahhoz képest. Mindjárt megkeresem azt a screenshotot és akkor szemléltető eszköznek, mert hogy például voltak ugye a régebbi GTA 3-ban, ugye volt ilyen, hogy szemét volt az utcákon, nyilván New Yorki utcák, ugye érthető, hogy kicsit olyan lepusztult, olyan haldokló, olyan tele van szeméttel, és olyan ocsmány minden, kvázi. Na igen, mondjuk, és akkor vannak ilyen részletgazdag jelenetek. Most nem olyan könnyű kilátni belőle, mert nyilván pixeles, mert elég régi a játék nyilvánvalóan, de nézzétek meg alaposan a képet, mert megtaláltam a screenshotomat. Ezt én csináltam a saját GTA 3-ban, ugye a Steam-es verziót sikerült, mint beszereztem az eredetiből. Nézzétek meg, újságpapír az utcákon, levél az utcákon, szemét az utcákon, stb. A lakosok is amúgy mindenki tart valamerre, csinál valamit, van valami dolguk, nem annyira műanyag a mozgásuk, bármi kidolgozatlan. És akkor keresek egy Definitive screenshotot akkor. Remaster screenshot, hát ha találok ilyet, hogy screenshot. Mondjuk az utcákon, nézzétek meg az utcákon, hogy mennyire részletgazdag, persze átvitt értelemben, így poénból mondva. Nyilván ez is apróság, de azért ez számít, tehát nem úgy tűnik, hogy számítana, de számít. Melyik a remake, azt hiszem, ez akar lenni a remake. Hát szarra van fényesítve, meg világítva minden, de ehhez képest bizonyos steril az egész. És hát így megint ez a műanyag viaszbávú, tehát a Claude úgy néz ki, mint egy tényleg egy actionben, ilyen műanyag actionben, komolyan, vagy nem tudom. Kázi arra hasonlít amúgy, tényleg. Jaj, szóval... És akkor utcákon ilyen apró részletek, hogy ott újságpapír szétszor, egy ilyesmi, tudom, hogy másik helyszín, de semmi ilyesmit nem látsz, nem látsz, érted. És ez előleg ki van screenshotolva a játékban, gondolom fotómóddal készült. Hát, na, igen. És akkor másik, hogy full bugos az egész, tehát játszhatatlansági bugos, mint a kurva élet. Ja, és akkor a hangok, igen, még a hangot, Morgan írja a hangokat, tényleg azt is hallottam, igen, hogy így a sirály hangokat így kiszedték, meg a tenger hangját, meg mindent, tehát ilyen apró részletekre a Rockstar nagyon szépen odafigyelt annak idején. Már a 2002-ben is egyébként szerintem volt egy csomó apróság, meg hang, meg minden. Hát a Definitive-ben ezeket ki kellett szedni, minek az? Tehát minél kevesebb legyen, ilyen, mint a Ride to Hell, vagy alig van hangeffekt, érted? Tehát akár már ezen egy lapon emlegetjük az meg a Definitive-et komolyan. Találtam egy másik képet, ezen például egyáltalán nem látszik összemetes lenne minden. Tök tiszta rendezett környék, ami hát... Ja, na itt jobban látszik, igen. Igen, köszönöm, itt jobban látszik. Ugye elég Saints Row-osra vették, és ez amúgy annyira nem jó, mert a Saints Row-nak nyilván ez a karaktere, de a GTA-nak nem.
A GTA azért mindig is egy picit ilyen realisztikus akart lenni grafikailag is valamilyen szinten, azért voltak ezek az apró részletek, meg a hangeffektek, meg minden. Tehát Saints Row az egy ilyen, legyél el, mint az őrült, romboljál, és akkor trollkodjál a GTA-ba, meg azért, hát nem mindig, de volt, hogy megvolt ez a sötét gangster filmes tónus, hogy azért poénok voltak, meg nyilván akció, meg minden, de megvolt neki az a komolyabb hangulata is néha ugye küldetéseknél, meg voltak árulások, drámák, nagyon durva karakterhalálok is, tehát mondjuk a árulások terén a San Andreas tudnám említeni, amiben azért elég durva csavar van ugye, a bandán belül ugye, hogy ki árul el és miért és hogyan. Vagy mondjuk a GTA 4-ben is voltak egyébként nagyon durva fordulatok, meg ugye ott eleve az elég dark volt az a játék is, de amúgy már előre férjük, hogy mi a fasz fognak csinálni a GTA 4-en, hogyha eljutnak odáig, azt is definitívé varázsolják. Úristen, nem akarok tehát GTA 4 definitívet ezek után. Hát meg se a Max Payne-t. Ja, Max Payne, igen, és még Max Payne-t is akarnak, bazd meg, de miért? Tehát, hogy ennyire jól sikerültek ezek a fosok most komolyan, és bízzuk már meg őket még egy rakástrágyával, tényleg. Ó, hát igen, hogy nem. Az a baj, hogy most már lassan kezdhetünk félni. Úristen, tehát nem. Akkor bedobok még egy képet, hogy a San Andreas definitív, meg a Saints Row 3 definitív, hogy néz ki, szóval... Igen, hát, hogy sok mondjam, különbség nincsen így látványra, amúgy valóban azért mondom, hogy csináltak egy Saints Row-t a GTA-ból így grafikailag, tehát ami meg megint egy... felmer bizonyos kérdéseket. Bár ha megnézed amúgy a Saints Row-ban még talán a... Saints Row talán még szebb is egyébként. Saints Row 3 definitív. Hát, igen, az már majdnem úgy néz ki, mint egy GTA 4. Igen, tehát ez a vicces, mert amúgy még azt hittük, hogy a GTA San Andreas például felhúzzák. Én azt hittem, esküszöm, hogy felhúzzák a GTA 4 szintjére legalább. De az 5-ére is fel lehetne szerintem húzni, csak hát nem nekik kéne csinálni ugye ezt a... nem ennek a csapatnak kéne nyomni. Azért tegyük hozzá. Hát nagyon nem, mert azért basszus kulcs... tehát, hogy még ráadásul, hogy tényleg ennyi bugot összehoztak, az egyszerűen valami förtelem. Igen, abból is van egy pár így. Tehát ez valami felháborító, hogy mik vannak, tehát, hogy mit tudom én, random felrobban az autó, indokolatlan mission félek, meg ilyenek, tehát hogy is, akkor így... ez a milyen rák? Na igen, azért ez kegyetlen. Én is találtam egy hát, érdekes bugot, úgymond így néztem egy streamert, aki a GTA San Andreas-t közvetítette, és hát igazából az a lényeg benne, hogy majd bedobom ide a videónak azt a részét. Az a lényeg, hogy elkezdett a kóla automatából inni $1 kólákat. Jó, tényleg ezt mondtad, igen. Igen, ez egy 6000, nem tudom, $200-ról indult, és 5600-nál, tehát így kb. 600 üdítővel később azt mondta a játék, hogy fuck it, és összefosta magát. Istenem. Mondjuk hozzáteszem, hogy ez a Switch-en volt, de hát akkor is bazd meg, ez mi. Jó, de ez bármelyik konzolon akkor is mi az Isten, tehát hogy most konzol vagy sem, akkor is, tehát érted? Mert tegyük hozzá, hogy mit akartam, hogy bugos volt alapvetően a San Andreas, és minden megjelenéskor is, mert mit tudom én, de ennyire azért nem voltak durvák, hogy... szóval voltak ott idegesítő hülyeségek, mert előfordultak bugos baromságok, de azért ilyen durván nem voltak azok bugosok szerintem. Hát, valóban. És a másik az, hogy kapják már be a faszt, hogy ráderőltetik ezt a izét, hogy hát vedd meg ezt, hogy olyan jól sikerült, hogy vedd meg ezt, a másik kell, akkor az nincsen. Megettük, hát egyé szart inkább, mert az finom lett a szar, amit kifőztünk, hát. Szóval ez a másik fel, hogy ez mi volt, ez hát, mi ez a húzás? Nem most ugye beszopták, hogy most ugye mennyi izé, de sőt, a legnagyobb foil lever, hogy ugye megjelent a játék, és első nap gyakorlatilag olyan szinten játszhatatlan volt, hogy itt a Rockstar szerverek haltak meg. Az egész Rockstar launcher úgy, ahogy volt, meghalt.
A játékot ugye kiszedték, mert ugye aztán meg mint kiderült, olyan fájlokat tartalmazott, amiket nem kellett volna. Ja igen, és akkor ugye ezáltal ugye a Rockstar szerverek meghaltak, így bármelyik másik Rockstar játék se volt játszható a launcheren keresztül. És utána meg ez volt az izé, hogy amikor tehát ugye visszahozták, ugye akkor a definitívet azt kivették, az nem volt elérhető egy jó darabig, visszarakták akkor az, a régiek, az eredetieket, de azt is csak a launcherbe lehetett elérni, tehát már Steamen meg ilyen helyeken, tehát így na, ez a felejtsd el, mert onnan most már ki lett szedve, hogy nehogy meg tud onnan venni. Máshol egyébként lehet. És launcherből ugye ott izé, hogy visszarakták ezeket az eredetieket, és akkor most utána most az van, hogy ja igen, és nem lehetett visszakérni a pénzt. Ja persze, izé, nehogy már nagy már rifandolhass, tehát hogy van merszed, bazd meg, visszakérni a pénzed az izé, hogy nem vagy elégedett, hát akkor nem kérted vissza, igen, hát persze. Mondjuk ez szerintem azért egy kicsit úgy jogilag azért támadható, remélem, hogy jogilag támadható, de amúgy tényleg, tehát hogy mi ez? Tehát eleve kezdjük ott, hogy a Take-Two Interactive-nak ez a fétise, hogy basztatja a modereket, akik szebb játékot csinálnak modokkal, mint amit az ő csodálatos megbízottjaik csináltak, hogy nem tudom, hogy ők bízták-e meg, de gondolom benne volt a közük erősen, tehát mi a faszom? És ja, és persze, refundolni azt nem fogod tudni a játékot, a szar lett, és így, de még csak azt sem hallottam egyébként, hogy vállalnák a felelősséget, hogy mekkora trágya lett ebből az egészből, tehát mert amúgy volt már olyan eset, amikor tényleg így vállalták, hogy hát jó, ezt elbasztuk, na, ezektől aztán várhatjuk. Tehát azért tényleg mi a franc, tehát mekkora arc kell ehhez azért? Uh-huh. Szóval, hogy emlékszünk-e a Hot Coffee módra? Hát igen, én mindig emlékszem egyébként. Ja igen, én azt hallottam, hogy benne hagyták a definitívbe állítólag. És most még benne hagyják, de az izét kicenzúrázzák a mexikói, nem mexikói, kubai hajti izét, tehát érted? Mi a fasz? Jaj, de szerintem az nem biztos, hogy szándékosan hagytál benne. Én nekem van egy ilyen sandagyalom, hogy azt is elbaszták inkább, ha milyen fantasztikus munkát végeztek. Csak ez csak egy tipp mondjuk részemről. Inkább csak balfaszkodás szimplán, de hát most ugye volt az, hogy ugye patchelték emeltek a játékot. És pont ez volt az izé, hogy na például ugye a San Andreasban ugye volt egy az izé bug, hogy ugye nem jelenített meg hidakat. És ez emeltek még mindig megvan. Úgyhogy patchelték a játékot. Ez a csodálatos munka tényleg. Gyönyörű. De akkor mi a fasz pecselhette benne, és kivették a hatkafé módot, nem, hogy már jól szórakozzuk, vagy nem tudom. Na mindegy, tehát azért ez mi az Isten? Ez gyönyörű. Hogy Rockstar feledékeny volna, nem tudom, hogy a Rockstar feledékeny egyébként az jobb botrány volt, de egyébként az összes GTA-ból botrány volt, tehát igazából, de eddig még vállalták ezt, tehát, és nem is értem, hogy hirtelen mi ez a nagy cenzúrázgatás? Különben. Hát megfelelődik a PC kultúra. Szorog, de bassza szájban magát a PC kultúra, na. Tehát, hogy ki a gecit érdekel, tehát. Mutassatok olyan embert, aki tényleg GTA miatt kezdett el, nem tudom, négereket utálni, vagy nem tudom, érted, vagy valami. Hát, bazd meg. Hogy embereket tölni. Persze erre szokták fogni egyébként, de alapvetően, ha nem vagy egy totál elmebeteg, és nem nincs valami más probléma is ott fejben, vagy máshol, akkor nem csinálsz ilyet még aktív GTA játékosként. Az emberek 99,9%-a kiírni magát a játékban, a többi az meg zárt osztályra való, tehát most mondjak erre. Úgyhogy de erről már sokat beszéltünk. Nem tudom, de szóval tényleg napestig lehet sorolni, hogy mennyi probléma van ezzel a
ez egész definitíves lófasszal. Tehát, hogy a faszomban létezik az, hogy ezek a retkek azt mondják, hogy hát te nem veszed ezt meg, ezért a normális játékot, nem, mi adunk izét, adunk jobbat, persze, definitív, az kurva jó lett tényleg, tehát így nagyszerű. És akkor, ha így rájöttél, hogy hát ez szar, akkor visszakérném a pénzem, ja hát az nincsen, az izé, az apróbetűs részt nem olvastad, nem, hát nem baj, majd ott van, ahol elrejtve az egyik fájnak a nem tudom melyik szöveges részébe, érted? Úristen! Körülbelül. Igen, szóval, hogy mondjam, tehát azért Rockstar egész jól megmutatta például ugye azt a példát, hogy ha most tényleg ugye a mai standardeket nézzük, hogy azért rengeteg játékot ugye ma már ugye inkább remasterelnek, remake-elnek, hogy például még azért ez a durva, hogy még a Sony jól meg tudja például mutatni azt, hogy miért jó a remake remastered, de a Rockstar például megmutatta azt, hogy miért nem jó. Az EA meg megmutatta azt, hogy miért fölösleges. Tehát ez, megvannak azért a fölösleges. Tehát megvannak ezek az utak, hogy melyik az, ami jó, melyik az, ami meh, sok értelme nincsen, és mi az, ami tényleg ez a inkább ne. Mindenki megkapta a szerepét, igen. De különben az Age of Empires-tek is egész jó definitív remaster csináltak, tehát egy remake-et inkább mondhatni, tehát definitív változat, szóval. De eleve egyébként, tehát ez a definitív változat az legtöbb játéknál tényleg ilyen egyrészt tele van értelmes, tízszer értelmesebb tartalommal, meg olyan technikai megvalósításokkal, amit azelőtt soha el nem tudtunk volna képzelni, de tényleg már van egy, érted, már van egy GTA 4, meg egy GTA 5, ami tele van olyan ötletekkel, amiket simán bele lehetett volna ültetni ezekbe a definitívekbe. Ha más nem, akkor legalább a játéknak a motorját felhasználni ezekre, hogy ezeket újra csinálják. Nem, hát inkább a könnyebb utat választották, csináljuk viaszvávókat mindenkiből, meg az autóból is ilyen carrá fényezzük, aztán jó lesz az. Bugokkal nem foglalkozunk, ha jó lesz az full bugosan, minek azt, hát ezt úgy kell a napság. Szóval mi az Isten, tehát ez azért kemény. Köszönjük, nagyon jó volt az a marketing szöveg, hogy hát, hogy ez tökre olyan, mint a régi, ugye ők köntösbe, és pont az volt az izé, hogy persze, tehát azok a régi bugok, azok most is megvannak, csak még születtek pluszba újak is. Igen. Ja, és tényleg. Tényleg olyan, mint a régi, csak még plusszal. A régi bugok benne maradtak, akkor nosztalgikus, nem? Abszolút. Hát ez, igen, csodálatos. Hát nem tudom őszintén szóval, kicsit érdekes, mert amúgy annyiból tudom megérteni egyébként ezt a remastered per remake témát, sőt inkább a remasteredet tudom megérteni olyan szempontból, hogy most pont volt múlt héten, vagy két hete, hogy most a ugye volt az Xboxnak ugye ez a 20. születésnapjára egy ilyen ünnepség, meg ilyenek, és hogy ennek tudatában volt az, hogy az új Xboxokra, hogy még vagy legalábbis, hogy megvan még ez a visszafele kompatibilitási akció, és hát ugye most közölték, hogy igazából most már ez, amit kiadtak, az utolsó, mert hogy most már minden más játék, ami eddig kijött korábbi Xboxokra, az most már licensz problémákkal küszködik. És ahhoz, hogy egyáltalán most újra ki lehessen adni egy játékot, aminek tényleg ez a probléma, hogy licensz, az vagy az, hogy nagy nehezen valahogy meg tudják oldani a kiadók, hogy a régi játékot ki lehessen adni még egyszer, és akkor játszhatóvá lehet tenni, meg ugye eladhatóvá újra, de ugye a legegyszerűbb meg majdnem tényleg az, hogy jó, hát akkor mégis remasteröljük, és akkor kap frissebb, mit tudom én, grafikát, kb. Ennyi, és akkor mondjuk tudunk bele pluszt rakni, meg hát kénytelen leszünk elvenni dolgokat. De például PC esetében, meg sőt, hogy ugye általánosan, hogy a mai standardnek ugye megfeleljen, hogy lehessen
ugye Xboxon, PS5-ön játszani, meg ugye PC-n is, ugye mai jobb rendszerem, mert ugye az eredeti régi játék azért olyan, hogy akkor tudsz csak vele játszani, hogyha még elkezded agyon modolni widescreen patch-sel, meg ilyenekkel, tehát hogy még ugye javítgatod, amit hát ugye modderek csinálnak. Igen, szóval azért ez... De a másik, hogy és akkor eközben így párhuzamosan mennek a pereskedések, meg a kötözködések a modderekkel, nem tudom mi, mondjuk a modderek meg visszavágtak, tehát így közben ugye ezt a cikket is elemezgettük Balázsral ketten, hogy amúgy ezen a téren is érdekes folyamatok zajlanak különben. És így, jó. Hát őszintén egyébként szerintem a legegyszerűbb az, ha nem veszitek meg egyébként azokat a játékokat, érted? Tehát amúgy meg alapvetően azzal lehet úgymond valamilyen szinten egyébként ezt szokták mondani, hogy formálja azért tényleg az igény, ugye a kereslet, tehát a kereslet az áru, tehát azért nyilván, hogy csak rájönnek, hogyha nem fogy az a szar, akkor nem kell többet gyártani ilyet, hogy nem csinál többet ilyet. Hát vagy nem, de akkor azzal meg ők járnak szarul, legalábbis jó esetben felismerik alapvetően szerintem. Hát mindegy, szóval egyébként tanulságnak tényleg az a jó, hát még az, hogy nem veszitek meg, még az hagyjam, de hogy ilyenkor jó tényleg megvárni a pontozást, a review-kat, hogy tényleg egyáltalán milyen. Sőt, még az is jó, és például ugye a BF esetében is ugye ez pont jó példa, hogyha van ugye open beta, akkor érdemes inkább tényleg azt mondjuk kipróbálni, és az alapján megmondani, hogy szerinted milyen lesz, és vagy neked hogy fog tetszeni. Mert ebből lehet tényleg igazán jól megállapítani azt, hogy na most akkor tényleg megéri-e mondjuk megvenni full áron, vagy nem. Jó, mondjuk egy GTA esetében azért ez nem így van. És akkor inkább erre van tényleg mondjuk a review, erre szolgál úgymond jó pontként, hogy mit tudom én, itt elmondjak, mit is jó, hát most az, hogy erre mennyit adtak. Most viszont ebben, mert tudom, hogy jó, hát most ugye néztük a BF-et, hogy ott ilyen 7 pontok voltak, meg minden, de várjál, gyorsan nézek, hogy mert tudom, hogy, mert igen, mert ugye ez az, hogy még a hogy a Metacritiken ugye tudjuk nagyon jól, hogy a user score, tehát az a legges legalacsonyabban van. Tehát az olyan játék szokott ilyen nagyon durva pontszámot kapni, amit az a tényleg borzasztóan rossz. Mondjuk, és például ennél tudom azt mondani, hogy már ez viszont azért erőteljes túlzás, mert ugye 0,5-ön van a user score. Azért, ami, ha azt vesszük, akkor ez már inkább az, hogy ez a rohadjon meg a Rockstar, úgy meg szígyenített ezt a klasszikus, és ilyen moskos szart adtak ki, meg ilyenek, és akkor így izomból lenullázták meg ilyenek, ami azért ez erős. Tehát azért, de azért mondjuk azt aláírom, hogy szerintem egy mondjuk ilyen 10-es skálán azért az 5-ös alá szalad. Tehát ez viszont azért mondjuk úgy reálisabb, hogyha mondjuk egy ilyen 3 pont környékén mozog. Én azt mondom. Ja, és persze a review alatt nem az IGN-t értjük például. Hát most itt is most ugye Metacritiket nyitottam meg, és itt például a Metascore az 52-t mond. Ami mára, és azt mondom, hogy azért ez a, hát, viszonylag reális. Egy kicsit, én például azt mondom, hogy ez egy picit több, de azért már halad. Mert hogy, ugye mit mondtam, hogy én például 3-ast adnék, mert azért játszhatónak játszható, csak hát ez az, amikor mondjuk tényleg olyan bugok előfordulnak, meg azért ilyen illesztési problémák, meg hasonló, akkor azért én azt mondom, hogy hát azért, hát hello, tehát a quality azért ennél hát nem olyan jó, tehát lehetett volna ennél jobb, sokkal, mert akkor lehetett volna tényleg igazán eléggé definitive edition, hogyha például egyrészt ugye itt a
jó sok mindenre ugye figyeltek volna, meg azért nem vettek volna ki annyi részletet, amennyi tényleg fölösleges volt. Ja, mert például ugye ha már részletek, mert ugye itt beszéltük, hogy ugye mennyi ilyen izé ugye repkedett meg stb. Az utcákon, de például még azt is kiszedték egyébként a GTA 3-ból, hogyha ugye mentél az úton és ledudáltak, akkor ugye a főhős ugye beintett. És ez sincsen. Ja, hát igen. Mert de valahogy ez, ilyenekre nem odafigyelni azért vicces hiba úgymond, mert hát feltételezni az ember, hogy legalább ismerik az alapművet, ha már így remasterelik, tehát hogy na mindegy. Egyébként valóban valamikor eltúlozza a játékos közönség is, de gondolom ez azért valószínű valahol meg ahol annak is szólt tényleg, hogy hát kapja be a Rockstar a hülyesége miatt, vagy a Take-Two, nem tudom, mondom, hogy most ki itt a fő kolompos, de biztos, hogy benne ennek is szólt én is. Egyébként valahol úgy persze meg is érti az ember, nem is. Egyébként most rá akartam, hogy keresni, hogy volt szó, hogy elméletileg volt GTA 3 PS4-re, az nekem nem rémlik. A PS3 az stimmel. El lehet, hogy arra volt. De PS2-re például volt San Andreas, azt hiszem. Hát ugye PS2-re jelent meg eredetileg a GTA 3, a Vice City, meg a San Andreas is. Ja, igen. Ja, az volt ugye az eredeti konzol, amire ugye megjelent. De utána tudom, hogy elér... De, sőt, még ráadásul az volt az, hogy a GTA 3, meg a Vice City, meg a San Andreasnak, ugye, tehát hogy PS3-ra is a PS2-es kiadás volt elérhető, és az játszható volt PS3-on. Csak azt nem tudom, hogy viszont PS4-re tényleg van ilyen. Az a baj, nekem hát, nem rémlik. Itt azért lát, vannak videók, hogy GTA 3, PS4. Mindjárt nézem, hogy mikor jelent az meg. Hát, mondjuk az érdekes, mert nincsen felsorolva. Igen, tehát én is itt nézegettem most például a Wikipedia-nál, és nem látom kiírva, mert itt a platformok közt ugye a PS2 van, a Windows, Xbox, Mac, Android, iOS, a FireOS, meg nem tudom mi az, de arra is. A Firefox telefonoknak az oprendszere kurva szar. De erre is kijött. Az iOS, az Androidot meg az iOS-t azt tudom, mert ugye az a 10 years anniversary. Én például ugye az Androidon játszottam. Sőt, én az volt az első. És utána játszottam a PC-re. De nekem nem annyira lett volna. Én is tudok róla egyébként, érdekes a... Hát lehet ezt a remastert szartam, hogy le akarják dugni a PS játékosok torkán, és ezt nem tudom, de... Hát ezt kétlem, hogy az hogy bármivel is jobb lenne konzolon. Főleg, hogy oda még drágább is ugye konzolra általában. Most így rákeresek, és egyszerűen nem találom, úgyhogy nem tudom, szerintem... mert azt tudom, hogy van ilyen. Csak ahhoz mondjuk maga a PS4-et azt hackelni kell, és úgy lehetséges például PS2-es játékokat indítani PS4-re, hogy aztán ott ugye olyan izót kell létrehozni, ami PS4 kompatibilis, és akkor úgy működik. Például is és akkor úgy lehetséges, hogy úgy játszható, de nekem nem rémlik, hogy az eredeti játék az játszható lett volna. Nekem sem úgy, tehát így nem hiszem. A PS3-at egyébként azt tudom, hogy tehát hogy arra lehetett venni, de tényleg az, hogy a PS4-en játszható lett volna, az hirtelen nem még. Na mindegy, hát ezek szerint akkor nem. Utána is néztünk közben, úgyhogy... De lehet, hogy most már csak azért nem találom meg, mert ugye, hogy leszették, aztán... Ugye.
Jó, hát persze, ki tudja. Na mindegy. Na jó, hát akkor szerintem így GTA-ról akkor ennyit kb. Nem tudom, gondolom, nincsen más gondolat erről. Te ezt nagyon jól kivesíztük. Hát óva intenék mindenkit adásárlástól egyébként, de igen. Legalábbis addig, ameddig ki nem javítják normálisan a játékot. Hát igen, meg azért pár dolog akkor így... Pár dolgot azért még ott kéne javítani, jó pár dolgot. Elég sokat, na mindegy. Na jó. No, hát akkor így a... Így a legvégére akkor ilyen casual lab témát hoztunk, akkor ilyen karácsonyi tervezés, meg ilyesmi, tehát így beszerzések, meg nem tudom. Na igen, mert hogy ugye tavaly is azért volt ilyen témázgatás minden, hogy most ugye azért gyűlnek a Black Friday-ek és hasonló ilyen nagyon jó ajánlatok, hogy azért ilyenkor lehet azért igazán sok játékot ugye olcsóban beszerezni, és hát ki az, aki valamire egyáltalán ráharap most idén, kinek mi lesz esetleg a gyűjteménye, vagy mi az, amit ugye be akar szerezni most ugye ennek tudatában. Nem tudom, hogy ki az, aki akar kezdeni. Hát akkor kezdek ki, ha ekkora csönd van. Kezdjél, igen, mert hát nem kezdtél, kezdjél. Ja. Hát, játékok tekintetében még nem tudom, hogy mit akarok úgy nagyon beszerezni, mert hát majd körülnézek Steamen, hogyha majd majd ha meg lesz ugye a Winter Sale, majd hát nem tudom, hogy ez mikor lesz. Ha meg karácsony után, akkor meg már értem szerint majd akkor lesz beszerezve. De akkor akarok játékokat venni inkább, mert nézegettem több ilyen hülyeséggel. Most így ráraktam kíványság listára a Morphbox 5-öt, ugye az ilyen hát hangtorzító, meg minden hülyeség. Tehát az ilyen vidámság. Hát terve van még, hogy a Click Team Fusion-emet akarom bővíteni, mert kiadták a 2,5 pluszot már egy ideje, és még mindig nem tudom megvenni, mert olyan drága. Hát ha, hogy talán kicsit enyhülni fog a kiadónak a szív, és le fogják értékelni az 50 euróról. Hát ha. Ja. Nem Steamben pedig, hát majd az egyik kedvenc IBS eladomtól szándékozok bevásárolni jó pár játékot. Nagy-Britán az úri ember, úgyhogy már előre félek, hogy mennyi adót kell ráfizetnem. Azért az veszélyes. Ja, hát meg ugye a magyar online, meg és hogy mondjam, offline boltok, ahová be kell venni, azt ott ugye veszik, azokat is így körbenézem, hogy mik vannak. Főleg úgy, hogy már ugye egyre több konzol van, és ugye ennek megfelelően egyre több játékot tudok venni rájuk. Meg hát meg kéne csináltattam azt a PS3-ot. Na hát igen, mert most már ugye Dávid PS3 tulaj lett. Igen. Szegényként kidobták ki, meg megpróbálom megjavítani. Mit csináltak vele? Ja, kidobták. Igen, kidobták. Szép, de azért ez jó neked azért, hogy szereztél egyet végül is. Ja. Én nagyon örülök neki. Aztán majd kiderül, hogy működik-e javítható, vagy menthetetlen, de hát nem tudom elképzelni. Meg gondolkoztam azon is, hogy N64-emhez a karokat meg kéne csináltatni, hogy ne lötyögjön az analóg középen, aztán akkor az is ilyen négy játékok játszhatóak lesznek normálisan. És ugye arra is hát volt annó egy terv, hogy miket lehetne, majd Mario Party? Például, igen. Úristen!
Úgyhogy az van, jó lenne egyszer megvalósítani. Természetesen úgy, hogy képesek vagyunk egymással fizikai kontaktus létesíteni verés címszóval. Igen, legyen kihez hozzábaszni a kontrollert. Igen, igen, az úgy teljesen jól hangzik, igen. Ja, úgyhogy nagyjából ezt tervezem én így első körben. Aztán majd úgyis kiderül, de ki lesz gondolom írva a publikus Discordon, hogy ki mit szerzett be. Ja igen, ezt akár publikusan lehet majd írogatni, hogy esetleg így a témához kapcsolódóan. Hát igen, mert nyilván itt cseten is lehet most írni valaki, hogy gondolja, hogy kedves nézők közül. Úgyhogy akkor én ennyit akartam. Ennyit gondoltam így hirtelen. Na hát azért ez elég konkrét terv. Igen. Ez a jó kis decemberi terv minden. Igen, aztán majd minden dugába fog dölni hirtelen. Igen, ez olyan szinten rossz. Az 5 éves decemberi terv, ja. Igen. Igen, mert most például nekem volt egy kicsit egy ilyen dugába dőlős volt a dolog, mert most sajnos így beesett egy hát masszív pénz elengedés. De azért ettől függetlenül most én például beadtam a derekom, hogy így tegnap este azért megrendeltem egy kisebb paknyi PC-s játékokat, csomagot. Hát ami tartalmaz ennyi 8 játékot. Várjál, azt lehet, hogy gyors, el is tudom mondani, hogy pontosan miket tartalmaz. Mert azért egy elég jó kis izéről beszélünk, csomagról. De hát ugye régi játékok, tehát ugye régi PC-s játékok, ugye én elkezdtem azért már gyűjtögetni az ilyen, azokat a régi játékokat, amiket ugye ismerek, meg játszottam valaha, és hogyha lehetőség valahogy egy eredetiben már beszerezni, akkor elkezdtem ezeket gyűjtögetni, és hát igen, ugye ebben jó kis izé csomag van, hogy van ebbe egy Battlefield Bad Company 2-nek a gyűjtőkiadása, egy Code Edge, olyan pak, hogy az első rész meg egy United Offensive van benne, Colin McRae Rally 2, Deus Ex az első, Drum Racers, Earth Origin 3D, Half-Life Opposing Force, ezt például megtaláltam, egy ilyen kis tokos izé, lemezes kiadást, meg Lego Racers 2. Nice. Ez is eredeti lemezes. Úgyhogy ez valószínűleg majd valamikor így a hét elején meg fog jönni. El tudok menni érte. Hát igen, egyébként most nagyon szemezgetek még ugye például ugye így a PlayStation felé is, hogy azért néhány olyan PS címet jó lenne behúzni, amiatt nem vettem meg, mert marha drága, tehát például egy Spyro trilogit, meg a Crash Bandicootnak a trilógiáját is, hogy tök jó lenne azt megvenni. És utána azokkal is már jó lenne aztán foglalkozni akár jövőre, mit tudom én, akár úgy valahogy tavasszal. Jó lenne ezeket előveszegetni. És eléggé nézegettem, hogy gondolkoztam, hogy jó lenne ugye a retro fele is azért eléggé menni, tehát például, hát, csak az, hogy ahhoz eléggé körbe kéne menjek boltokat látogatni, például ugye PS1-es gyűjteményt egy picit megnövelni, ami hát nem tudom, hogy ez mennyire fog egyáltalán megtörténni, vagy sem, majd még kiderül, és hát nagyjából ennyi, bár még azért erőteljesen, de eléggé erőteljesen gondolkozok egy olyan dolgom, amit hát az tényleg meg kéne fontolni, hogy ez a vagy most, vagy soha alapom, hogy ugye én rendelkezek két mini konzollal, ugye van egy PS Classic mini, meg egy Sega Genesis mini, és még egy mini az, ami még most kapható, és elég erőteljesen gondolkozom már csak azért is, hogy azt azért lenne jobb beszerezni, mert hogy az hivatalosan is olyan, hogy tehát lehet bővíteni játékokkal, tehát nem olyan, hogy meghekkelem, és akkor úgy tudom bővítgetni, hanem kapásból támogatja azt, hogy rakhatok bele játékokat, a C64 Mini. Na. És ezen erőteljesen gondolkozom, amúgy ez tök jó lenne. Csak hogy nem tudom, hogy tényleg egyáltalán mennyire érné meg, mert hogy C64-es játékokkal nem nagyon játszottam. Meg nem tudom, hogy egyáltalán fogok-e. Nem tudom, hogy mennyire érné meg.
Valószínűleg nem igazán. Hát, de... figyelj, legalább akkor picit szórakozol az Azték Challenge-el, megpróbálod végigcsinálni. Úristen! Jaj, talán minden az ötleteid, fújj már! Hát akkor olyan, legalább azt meg lehet próbálni. Persze! Hát végülis figyelj, emulátorra is meg lehet oldani, mert ugye van. Hát az igaz. Szóval meg lehet oldani, csak is, hogy pont ezért gondolkozom, hogy egyáltalán mennyire éri meg, mert amúgy... hát ugye... maga a billentyűzet része nem működik. De... ugye van hozzá kontroller. Ez a kis... ez rendes kar. Joystick. Viszont van két USB portja, úgyhogy... és tényleg az van, hogy... tehát, hogy hivatalosan egyébként, tehát... lehet bővíteni játékokkal, tehát romokkal. Tehát nem olyan tényleg, hogy... hogy mint pont a Genesis meg a PS Classic esetében is, hogy ahhoz, hogy tudjad bővíteni, kell hacket szedni rá, azt feltelepíteni, és utána tudod benne rá van még bővíteni. Ami... akkor most az olyan, hogy kell rá külső billentyűzetet raporázsolni rá? Hát azért szerintem igen, mert maga a billentyűzetet nem nagyon lehet, én nem tudom használni. Hát tehát, akkor tehát nem hiszem, hogy kell. Tehát nem hiszem, hogy működik, csak tényleg az van, hogy de lehet azt hiszem rákötsz mondjuk, mit tudom én, vezeték nélküli vagy egy vezetékes billentyűzetet, és akkor elméletileg mondjuk működik azzal, szerintem. Hát azért, ja, szóval kell C64 billentyűzet nélkül, fú, nem is tudom, mint bármelyik konzol kar nélkül. Hát körülbelül igen. Szép minden, de használni nem tudod. Hát ja. Úgyhogy... ja, de egyébként azt néztem, hogy... nem is tudom, várjál, hát... számra nem írják, hogy úgy eredetileg hány játék van benne, de azért akad egy pár. Szerintem egy ilyen 40 környéke lehet. Nos, igen. Na mindegy, szóval azért ez érdekes. Úgyhogy nem tudom, még ezen erőteljesen gondolkozom, hogy ez... lehet, hogy azért lenne jó, már csak azért is, mert hogy na, nem lesz. Tehát például a izét mai napig bánom. Tök jó lett volna legalább a NES meg a Super Nintendo-ból a Minit. Mert akkor legalább valahogy ugye meg lehet oldani azt, hogy utána már lehessen bővíteni a romokkal. De most már használtan lehet venni, és ilyen 35-40 ezerért. És akkor már hamarabb veszel egy eredeti Super Nintendo-t, vagy egy NES-t, ilyen 5-6-od annyiért, csak hát akkor maximum mondjuk egy Everdrive-val lehet megoldani a dolgot. Hát igen, az a másik dolog, hogy az még nekem az lélektanilag kicsikét húzós, de kellene az is. Igen, úgyhogy ez az, hogy legalább, hogy mit tudom én, még az ember azt mondaná, hogy jó, mit tudom én, ragaszkodik az eredeti konzolhoz, csak ugye az, hogy egyáltalán az adott játékokkal tudjál játszani, mert nekünk is itt annyi NES, Super Nintendo, N64-es játékom van, meg mindent, tehát itt szarásig tudnék velük játszani, meg minden, meg is lehetne oldani azt is, hogy mondjuk tudjak streamet is összehozni belőle, meg minden. Mondjuk tény, hogy tehát ahhoz mondjuk kéne plusz eszköz, de... nem lehetetlen, és akkor ahhoz, hogy mondjuk ugye még a játékokat meg beszerezni eredetibe azért, hát szerintem annak azért az macerásabb, szerintem sokkal. Mint mondjuk a PS1, meg az Xbox, meg az ilyeneknek a beszerzése, úgyhogy hát, úgyhogy ilyen szempontból, meg hogyha már megvan egy digitálisan gyűjtemény, akkor meg azt lenne jó inkább használni. Hát persze. Úgyhogy ja, úgyhogy ez van. Úgyhogy nem mindegy, úgyhogy de részemről így is nagyjából ennyi. Ez egy szép kis csomag azért, tehát amúgy meg a PC-s csomag azért az elég kemény. Mondjuk ezeket, én már nagy részét mondjuk beszereztem Steamre annak idején. Hát egy részemről különben arról tudok beszámolni, hogy így most az előző nap, ugye tegnap a streambe azért jó néhány játékot ugye láthattatok
őszvégi, ez lett egy ilyen őszvégi Steam szél is, nem tudom, hogy az Istenbe. Nem szokott régi kettő lenni, tehát van egy Halloween-i, meg utána van a téli, az cső, de most így volt egy ilyen őszi. Úgyhogy beszereztem jó pár játékot, hát azért volt ezek között sok minden. Ugye a Red Faction-ben megszereztem ugye az FPS-t is, amit akartam volna streamelni, meg láttam, hogy volt érdeklődés, csak hát nem tudtam megoldani, de ezt majd dolgozunk, hogy elhárítsuk a hibát, csak tegnap már nem volt ott időm arra. Ugye ebből a Guerrilla alcímet viselő Just Cause-szerű játékmenetű játékot is megvettem, meg aztán ugye szertettem a Hades című Fantasticumra, játékra, ami tényleg egy nagyon jól sikerült játék, ez tavaly jelent meg különben. És hát tervezek-e még valamit megvenni, ez egy nagyon jó kérdés különben, mert így karácsonyi készülődés terén én nagyon régóta nem szoktam már izé videójátékot kérni ilyen ünnepekre, rokonoktól, családtagokról, de hogy nekik se veszek ilyesmit, mert nem játszik igazából itt a közvetlen rokonságban senki, úgy igazán. Talán tesót érdekelte egy időben, van már amelyik játék, de ennyi. Viszont hát nyilván jó ideje gyűjtöm a társas játékokat is, tehát még akár ez is ugye szóba jöhet. Igazából azt hiszem, egy pandemik kiegészítőt írtam fel, meg valami parti játékot, már nem is tudom, hogy a karácsonyi kívánság listára. De különben jó lenne, amit jó lenne, nagyon jó lenne beszerezni, így nézem a Steam wishlistemet, hát... hát teljesen a Cooking Simulator a Shelter jó lenne, ugye azt már megbeszéltük, hogy megjelent ugye a Falloutos verziója, ami a Falloutos kajáknak a megfőzéséről szól, amik ilyen nagyon gusztusosak idézőjelve. Na most az le volt az is árazva valamikor, de kb. 1-2 euró minusz volt csak, tehát így oké, hogy 10-ből, 10 euróból ugye nem vannak le, nem sokat szoktak leárazni, de akkor is így sokaltam még egy picit időbe. Hát meg gondolkodtam PSS játékon, de sose jutok el odaig, hogy PSS-ezzek különben, pedig jó lenne. Nem, valahogy nem jutok el odáig, basszus, soha igazán. Úgyhogy az kicsit kellemetlen, viszont én beszélnék arról is, hogy mi a helyzet akkor a csatornával, meg a karácsonyi tervekkel, tehát azt így nem tudom, lehet, hogy mondtam már pár helyen, de úgy tervezem, hogy az ilyen tőlem kért játékokat, meg az ilyen kívánságokat, azokat így két ünnep között fogom streamelni, amennyire lehet. Lehet, lesz megint ilyen maratoni stream. Mondjuk nem ilyen három napon át tartó, mert hogy kevesen vagyunk ahhoz szerintem most már, ha csak nem vállal mindenki olyan rohadt sok órát, hogy... De nem hiszem, hogy bevállalnánk olyan hosszút, tehát azért ez kicsit sok lenne. Ennek a... Szintén fejem volt a nagymestere ennek, hogy így 72 óra, vagy mennyi is volt, igen, a három nap, ugye. De részemről terveznék valami hosszabb hangvételű ilyen. Egyrészt a bünti streameket is, amely itt tartunk, ami nekem ugye a Manhattan Chase, ami tényleg egy ultimate büntetés, persze választva lesz játék nekem, akkor nyilván az is mellé. Egyelőre nem volt bünti játék választva, azt tudom, hogy volt egy ilyen kívánság inkább. Azt csak izé kívánság volt, hogy válasz játékot, valaki választott, hogy kapu választott nekem játékot. Amit még nem nagyon üzemeltem be, de mondom, erre várok, hogy jön ez a december időszak, amikor kicsit lelassulunk, és akkor tudok foglalkozni vele. Most egyelőre kicsit így még sok a teendőm, így november vége, december eleje fele, közepe fele is valószínűleg még lesz mit csinálnom. Utána aztán csak összehozzuk már végre, hogy legyen valami értelmesebbje is. Tehát azért mondom, hogy az ilyen kívánságok, meg játékok, amiket kértetek, azokat fogom hozni még. És hát valóban azt kell mondanom, hogy egész jól jártam ezzel az őszvégi Steam széllel. Egész jó játékokat zsebeltem be én is egyébként. És hát terveim szerint persze, hogyha úgy alakul, akkor jó lenne még egy ilyen körben bezsebelni párat a wishlistből, amikben hát ilyenek vannak még különben, ez ilyen nagyon, nagyon nagy fasz játék, jó ideje akarom, mert az Untitled Goose Game,
Sirius Sam 4, de az mondjuk kicsit még mindig drága úgy alapvetően. Nem tudom, hogy a Visage is egy jó horror játék lenne, csak az így leárazva is elég drága. Szóval még van itt ilyen Marvel Guardians of the Galaxy, de az tényleg az is kicsit drága, még leárazva is már 30 euró, tehát azért az sok. Úgyhogy, sőt francokat majdnem 40 leárazva is, na mindegy, szóval kb. Ezeket így terveztem így megvenni. És hát mondom, lehet számítani valami karácsonyi streamre is, meg 24-én szerintem Balázs is fog alkotni, nem tudom, hogy most lehet, hogy nem fazmofóbiázni fog, de valamit fog csinálni szerintem. Úgyhogy... Minecraftozni. Igen. Játék meg majd nem tudom, majd egy másik univerzumban esetleg lesz. Játék soha nem lesz tőle. Igen. Szóval ezek a tervek így podcast szinten viszont, már akkor erre is beszéljünk, mert sok ilyen beszerzendő játékom nekem most nincsen, bár tény, hogy elég nagy pénzkeret fel fog szabadulni nekem decemberben, mert most a tandíjammal végre úgy állok, hogy nem kell fizetni, mert hogy kifizettem előre a következő fél évemet, úgyhogy most így kicsit pihentethetem a témát. De közben üszkapónak is. Így már az utolsó témánál vagyunk igazából. De nem baj. Szóval ez a terv, hát... Meg ami ezen kívül van, az nem annyira gaming, tehát mondom, még a talán a társas játékot tudnám idehozni. Többi, amit be akarok szerezni, hát az meg már inkább ilyen cosplay téma, meg mit tudom én... Azon kívül, hát... Természetesen a szilveszteri bulira is készülünk, amire... Ami amúgy egy ilyen belső körnek szól majd itt közöttünk, de ezt megbeszéltük a podcast tagokkal, tehát ez inkább ilyen belsős buli elsősorban. Aztán, hát jövőre megpróbálok összehozni valami közönséggel, valami találkozó jellegűt, hogy nem tudom, ilyen üljünk be valóban, azt legyünk el kategóriát, ha már itt tartunk. Ja, hát meg lesz best of nyilván, tehát gyűjtjük már az anyag is, meg minden, meg gyűjtjük, hogy mi hol van, meg ilyesmi hozzá, természetesen. Ezt se feledjük. Jó kis best of, hát én is várom már. Ezek jól szoktak sikerülni, mert szétröhögöm magam én is rajta, úgyhogy... ja. Még az is lesz. Úgyhogy azért unatkozni nem fogunk. Ja, azt gondolom. Úgyhogy nagyjából így részemről ennyi, meg természetesen a publicba is megírhatjátok, vagy akár itt a chaten is, hogy nektek mik a terveitek ez ilyen téren, ahogy mondtuk, az újonnan érkezőknek is, hogyha gondoljátok. Nekünk igazából szerintem egyedülre ennyi lenne. Én amúgy a másik az, aminek így örültem, hogy tegnap sikerült megnyernem Balázs meg Dávidot arra, hogy rá, hát nem is rávenni, csak hogy így kedvet hozni, hogy játszanak a Van Van Two Operator, a 112 Operatorról, mert fantasztikusan jó játék, és kicsit is egyedi is a maga módján amúgy. Megvész jó. Szóval, ja. Jó, a Kapo elkezdte nézni a legrégebbi videóinkat, a legújabb, a legrégebbitől kezdve videókat. Hát azért az elég, hogy nagy, ez egy kb. Egy egész éves, sőt 2-3 éves, hogy hívják lehetne. Hát az hosszú lesz egyébként, mert nem is tudtad azért. Rengeteg volt, hú, legrégebbi videók, hú, egy poribesnek hasonlók voltak. Jaj, ja. Voltak 2-3 órás adások is időnként, tehát azért azt se felejtsük. Meg 4 órás is volt. Igen, ott volt az is. Igen, úgyhogy na azt végighallgatni, az szép lesz. Még azt tényleg csak hallgatni kell, azt közben csinálsz, amit akarsz persze. De igen, akkor ott ennek jár egy achievement, hogyha te ezt végignézed mindegyiket. Azaz. Ez azért. Emlékszel arra, Dragon Rider, amikor 6 órán keresztül nyomtok a Saints Row 3-at? Jó, hát kooperatívban az jó voltam, hogy végignyomtok kóban a játékot. Igen, na jó, de jó volt az, hát. Ez hiányoznak azok az időszak néha hiányzik különben, de igen, az kemény volt. Jó buli volt viszont. Na úgyhogy ez a terv, hát részemről meg ugye, ha már itt tartunk, ugye
nyilván a Somát be szeretnéd fejezni idén még. A Stardew Valley-t nem fogom tudni, de hát azt majd szerintem úgyis tudjátok. Betegek is egyben királyok, hát köszönjük Morgan, ha te a Saints Row-ra gondolsz. De ha nem, akkor is köszönjük. Hát igen, az első adás az 15 március, úgyhogy... Ilyen nagyszerű nemzeti ünnep alatt, akkor nem voltam, én még nem voltam itt. Még? Dávid se? Igen, akkor még én sem voltam. Úgyhogy igen, akkor karót nyert főurak, na mindegy, hát igen. Igen. Ennek ez volt a hozzászólása. Azért azóta voltak elmebeteg adások egyébként olyanok, hogy hihetetlen. Na mindegy, hát ilyen nosztalgikusan vissza lehet tekinteni. Egyébként ugye az első Best of-ba bekerültek nagyon-nagyon régi poénok is. Most már ugye az idejére koncentrálunk többnyire, bár lesz olyan, ami tavalyi volt, és elfelejtettem én például azt belinkelni oda, hogy akkor legyen benne. Most lesz olyan, amit tavalyról így még áthoztam. Én legalábbis tudom magamról, hogy van olyan egy-kettő. De hát de elég sok olyan van, amit... Szóval anyag, alapanyag az volt bőven. Tomb Raiderben, meg a Karen Simulatorban nagyon sok ilyen játéka is. Meg majd aztán ugye Balázs is gyártotta a hülyeségeket, ugye. Igen, úgyhogy az idei Best of gyerekek, tehát készüljetek fel, hogy azért hát beteg lesz azért. Petőfi Rádió, jó van. Hát jó, igen, azért Petőfi Rádió az kemény. Kemény. Mindegy, egyébként én is így kezdtem, hogy így próbáltam kicsit izgulva, de próbáltam itt értelmesen beszélni annak idején, hát azért nem ilyen ellazul, vagy el vagyok, meg el szórakozok itt magamnak közben. Akkoriban nem úgy volt, hanem így, hogy hát jól csináljuk, jól mondjuk, jól izéljük, mit tudom én, hát régen volt. Mindegy, szóval kb. Így néz ki akkor ez az év, ami maradt még belőle. És hát egyébként előjáróban azt tudom mondani, hogy a tavainál sokkal jobb volt. Azért sok helyre jutottunk, így személyes részt is eljutottam sok helyre én is, meg jobban összeszedtem magam, azt hiszem. Még akkor is, hogyha elég nehéz, meg fárasztó néha, de a jelenlegi munkám, meg a tanulás, meg a jogsi egyben, de én még itt vagyok, tehát, hogy még nem hullottam ki a magánéleti céljaim miatt, mint fejen, de ezt is meg lehet érteni, tehát erről sokat beszéltünk. Na mindegy. Ez a fekete leves talán az egészben, hogy ő viszont így tulajdonképpen eltűnt. És hát mondhatni, hogy streamelés szempontjából ő vele nem lehet találkozni, na előfordulhat, hogy be fog jönni hangba, tehát az arról volt szó, de kb. Ennyi. Úgyhogy ez a fekete leves az egészben. Ettől függetlenül, hát nyilván az év vége előtt még összejön a podcast, ugye? Uh-huh. Személyesen is, ha minden úgy alakul, tehát igen. Úgyhogy kb. Így nézünk ki részemről is. Ja, hát de még azért majd úgyis fogunk beszélgetni még nagyjából erről, hogy azért egy évvégi podcast adást azért szerintem fogunk tartani, aztán nagyjából összegezhetjük akár az idei évet, meg majd meglátjuk, hogy a jövő év az milyen lesz. Uh-huh. Ja, biztosan. Még a másik, hogy nyilván lesznek podcast adások, van erre igény szerintem részünkről is, részletekről is. És hát lehet, hogy nem olyan gyakran, de lesz, tehát, hogy valamit kitalálunk. Így van. Na jó van, hát szerintem megbeszéltünk itt mindent a mai adásban. Meg. Igen, lezárhatjuk szerintem. Úgyhogy akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és hát a hét folyamán nem tudom, hogy most hogy lesznek a programok, meg ilyenek, de azt látni lehet majd a publikus Discord szerveren, úgyis ki lesz majd írva a bejelentésekben, illetve most már, hogy van ilyen a Discordon, hogy lehet csinálni ilyen esemény, ez bejelentőt, ilyen... Hát én eseményeket ott fent megjeleníti. Én bal felső sorokban van, hogy hol az Istenben. Hát ott igen, ott a csatornák fölött, hogy legtetején van ilyenkor, hogy megjeleníti ezeket az eseményeket, úgyhogy esetleg ugye azt is érdemes figyelni. Úgyhogy
Hát podcasttel meg akkor az biztos, hogy akkor szerintem az év végét mindenképpen meg fogjuk csinálni, az, hogy közte lesz-e még majd decemberben, azt majd meglátjuk, úgyhogy de minden esetre egyébként programokban lehet majd azért, ugye programokra lehet majd számítani, úgyhogy az biztos, na például ezt úgy azt még akkor gyors tudom majd mondani, de majd még úgyis szerintem majd fogom írni, hogy most például a én részemről ugye pénteken nem lesz stream, úgyhogy például majdnem a december például nálam az összvisz egy streamből fog majd állni nagy valószínűséggel, úgyhogy de többiek meg majd ahogyan érzik majd, hát úgyhogy ha Balázs is végre nem Minecraft-tal fog csak játszani, vagy esetleg most már más tartalmat is csinál, akkor még annak is lehetne örülni. De Dragon Rider is majd látja, hogy neki is hogy lesz ideje majd tartalmat gyártani, úgyhogy decemberben még úgyhogy még azért leszünk. És ráadásul még a Best of is utána várható lesz a év legutolsó napjára, úgyhogy. A más nem ugye erre fogok igazán rágyúrni, hogy ez elkészüljön időben. Igen, de ki fogjuk majd írni a műsort mindjárt egyébként, ha már így itt vagyunk, aztán így, amit tudunk, azt kiírjuk majd a bejelentésekbe, vagy szoktuk. Na. Uh-huh. Úgyhogy akkor találkozunk legközelebbi alkalommal, úgyhogy addig is további szép estét kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Viszontlátás! Na, hello!